Hello, Astro Rádió. 1919. október 27-én. Üdvözöllek benneteket a csatornámon, és köszönöm, hogy kiválasztottátok a videómat. A mai horoszkópom az indiai asztrológia szerint. A hold a szűz jegyében áll. Ez annyit jelent, hogy valamit rendbe kell, hogy tegyünk, vagy kell, hogy valamit kritikusan megtekintsünk, de ne kritizáljunk másokat. Ugyanakkor előfordulhat az is, hogy mások kritizálnak bennünket, és emiatt felborul a lelki egyensúlyunk. A nap szemben áll az Uránusz bolygóval. Az annyit jelent, hogy változások fognak történni, és az igazság kitudódik. Ez a nap-Uránusz kapcsolat kihat az idegrendszerünkre, mert Uránusz bolygó az asztro-orvostudomány alapján uralkodik az idegrendszerünk felett. És ez ma nagyon fontos, hogy megtartsuk a belső egyensúlyunkat. És ez nem csak a nap és az Uránusz kapcsolat miatt fontos, hanem a hold a Sitra holdházban található. És ez pontosan ezt mutatja. A belső egyensúlyt. Sitra holdház kapcsolatban áll a Spica csillaggal. Spica csillagot a rómaiak nagyon nagy csodával köszöntötték, mert ez annyit jelent, hogy amit elkezdtek, az felvirágzott, hozott termést. És pontosan ezt a hatást érezzük ma is, mert Spica hat a mai napra, és ez annyit jelent, amit ma kezdünk, az felvirágzik, az termést hoz nekünk. Vénusz bolygó még mindig jó kapcsolatban áll Jupiterrel, a szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Ez jelenthet egy új kapcsolatot is. Ez volt a napi horoszkópom, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!